Ez volt a legutóbbi kombó, amit ajánlottatok, a Phoenix King Chicken-es, ilyen jól néz ki, és írtatok hozzászólást, ez pedig Patriktól jött, ami januári, februári, márciusi hónapra. Wow, az igen, a márciusit nézzük meg. Matrica of 5 Black, színezet az alap zöld, Team Oxide kerekek, Team Bandicoot alváz, és ahhoz a Three Lines mintázat, és ehhez a kocsihoz karakter, pedig nem más, mint egy jóságos engine, de nem akármelyik Dr. Engine fog ide érkezni, hanem a hozzáillő zöld színezet, egy megint legjobb kombó Dr. Engine-re, a zöldre. Figyeld, milyen jól néz ki, ő vele fogunk versenyezni, a zöld engine-re nagyon jól illik, az a rózsaszín ruházat, és ott még a rakéta a fejéből nagyon jó, végén van egy kis rózsaszínezés, menjünk, és győzzünk vele. Jól tudjátok, mi a feladat, lehet kombókat írni hozzászólásban, és akkor lehet legközelebb, akkor a te kombód érkezik ide. Zöld engine-nel a Clockwork Wumpát adta ki randomnak. Ó, de rég voltam ezen a kis kanyargós Clockwork-ös pályán. Na lássuk akkor az itteni levágót, hogy tudjuk behasználni. Azt se tudom, hogy hardra állítottam esetleg az ellenfeleket. Hát úgy tűnik, ahogy le vannak maradva, hogy ez nem történt meg, de semmi gond. Az a felkiáltó jeles nem kell nekem, ugyanis ott kinyitná nekünk a leesést, amit most nem szeretnék, hogy leessünk. Ide lerakunk egy TNT-t, és jöhet a kék lángos menet. Na várjunk, úgy pont neki! Hogy az a... Hát a Willow időpróbák, emlékszem rá, hogy az kemény volt, mert ott tényleg gyakran ez volt a vesztem, hogy ott neki mentem. Telepítésre kész a Dreams. Ó, oh, oké, okay, köszi, közben letöltötte a PS a Dreams. Majd arról is lesz videó, hát mindent szépen sorba. Úgy látszik, a levágó felé nem jött senki, mert a TNT-m az ott maradt érintetlenül. Úgyhogy mondjuk ezt leteszem akkor, hát ide leteszem a doboz elé, hát ha neki megy, akkor valaki és esetleg elfogyassz. Opa! Majd meglátjuk, hogy mit csinálnak akkor vele, de most akkor jó, így szűkösen vettük be azt, átfordulok, és így kezdődik az utolsó kör. Itt pedig akkor innen kezdem a driftelést, de úgy tűnik már nem volt elég jó a power boost, elfogyott a kék lángot, hát semmi gond, de attól függetlenül pont jó, hogy ezen a pályán, ezt a pályát sorsolta ki random, mert tényleg ott olyan lilás a vumpa miatt a pálya nagy része olyan lilás, és akkor engine-nek a ruhájához elég jól megy, én azt mondom, hogy az elég jól illet hozzá. Ott neki koccanóztam kicsit, semmi gond, a befejezéshez lesz itt még egy nagy adag kék láng, amit ki tudok tartani szerintem az utolsó befordulásig. Így bizony, első hely, na de még nincs vége, mert azért valljuk be, elég sötétes volt ez a Clockwork pumpa, úgyhogy nyomunk egy random négyzetet, négyzet a random, és akkor egy világosabb pálya, Prehistoric Playground, rendben van, köszönjük akkor, na várjunk, nyomjuk be akkor, így no way, nem, hard, a playerek meg egyedül megyek, jó, tehát köszönjük meg akkor Patriknak, Hype Patriknak, és nagy köszönet, hogy akkor megosztotta velünk ezt a zöld engine-es outfitet. Az ötös szeretném megkérdezni, hogy ötös számot raktál rá. Szép szám az is, csak hogyha van valami háttere, akkor azt szívesen hallgatom. És a többiektől is, hogy melyik karakterről legyen még akkor ilyen összeállítás, vagy hogyha, hát ha elfogynak az ötletek tőletek, de szerintem mindig vannak egyébként, ha elfogynak, én is megmutatom, hogy én milyen kombókat állítok össze, habár láthattátok már összeállításokat tőlem is valamelyik élőkbe, habár most már Crash Team Racing élőket nem olyan gyakran fogok tenni, de az biztos, hogy... várjál, csak itt vannak ketten előttem, vagyis ötödik vagyok, akkor hogy vannak itt? Várjál, küldjünk egy rakéta, felpattintott a víz, aminek nem örülök. Na ez az, ezt szeretem, akkor van egy kis kihívás, de akkor így nem tudok annyira beszélgetni, amiről szerettem volna. Na innen lesz szép visszahozni, itt a levágó nem tudtam elmenni, és ezért a nyolcadik maradtam. Egy zöldik ott van még, de nem megyünk bele a potionbe, hanem itt ugrálunk. De a TNT-be meg belemegyek, várjál, ezt leugrálom.
És akkor jöhet a Musk. Pont megvédett, láttad? Nitro is volt ott, illetve volt ott egy TNT. Mindenképpen belementem volna. És ebben még belement... Várjál! Ó, kék lángos! Na, erre innen lesz tényleg szép visszahozni, úgyhogy tegyük is ezt meg. Turbózás tovább, egy nagy ugrás, és akkor Power Slide ebbe az irányba, meg a másik irányba. Indítjuk az uka-ukát. Mert ez így elég gyorsan előre visz, egy pajzsot előre kilövök. Ez az, a Musk akkor segített nekünk. Itt a levágóra való átugratás, ez vitt fel az első helyre, szuper, ez egész jó, csak itt kell akkor még megtartani ezt jól. Rendben vagyunk, lerakunk oda egy lötyikét, és akkor beérkez... ott a Power Slide nem volt jó, de meg tudtam tartani még a kék lángot, itt szeretném még tartani, itt egy Power Slide ebbe az irány, nem, tudom, levágóra szerettem volna ott menni, ott szélen, de fú, ajaj, ezek meg itt szaladnak elfelé mellettem, mellőlem, elszaladnak vele gyorsan egy turbó, nézd meg, ez a dobogó hely legalább meg lesz, hadd nézzek itt, wow, rakéta volt Crashnél, vagy ki van ott, én rosszul vettem be ezt a kanyart, Búvár Crash az első helyen. Itt szerintem nem tudok úgy felgyorsulni, hogy a levágón menjek, úgyhogy maradok itt, elkérek egy itemet, mit fog nekem adni, mit ad nekünk, gyerünk. Ez pont jó Crash ellen, most már csak nehogy ellenem. De nézd meg vissza, ki a Norm, Big Norm, és entrenszékbe mennek előttem. Az egy GG nekik, basszút kell állni. Újabb random pálya, négyzettel indulunk. Polar Pass! Amúgy így hardon, jó! Na, akkor egy szép győzelmet hardon Polar Pass-en. Azt mondja, hogy is megy itt a fóka? Jó, oké, és azt mondja itt balszél. Én itt erre szoktam, itt indítok egy ilyet. Itt jövök, átfordulok, és rá erre... Ho! Hát de így... Ne! Attól, hogy én tudom a time trial-ba, hogy megyek, de itt beleszólnak, közbeszólnak, úgyhogy ez így nem lesz a legjobb. Megyek itt levágó nélkül ezen a részen, tovább. Gurítok egyet, de hova gurul lefelé az? Várjál, itt magam mögé kellene gurulni. Ó, rossz irányba nyomtam a gurul... Várjál, valaki másba menjen bele, valaki másba nem benne, nem igaz, itt annyian vagyunk, és mégis... ez az amúgy jó, izgalmasok ezek a meccsek, nekem mindig úgy vannak. Na jó, küldünk oda egyet, az hát megvédtem valakit, úgy látom. Jó, akkor a kék lángot használom, de meddig tudom használni? Amíg a fóka... majdnem a fóka elkapott. Gyorsabban azt mondja Engine, én egyet értek vele, de tartsunk egy kis kék lángot, eddig tartott, úgyhogy az első helyet megszereztük, úgyhogy ennek örülni kell, és ezt, amit meg kell nekünk tartani, ebben egy ugrás odáig, és mehet a Power Slide, leteszünk ide egy nitrót, hát ha ott azt a dobozt valaki fel akarja szedni, és akkor neki annyi, utána pedig mehetünk és bemutathatjuk mindenkinek ezt a király kombót, úgy bizony, ez jó ugrás volt, szép, 10 bumpával egész gyorsan tudunk menni, és már le is tudtuk hagyni őket, ez az, hát az alap CTR-os pályák, na azok azért jobban mennek, mint a Crash Nitro kártosok, azért mégiscsak azzal voltam én sokáig a Crash Team Racing-el, nem a Nitro kártal. Opa! Nekem gyerekkoromban PS1 volt, utána sokáig nem tudtam, vagy hát igen, viszonylag egész sokáig nem volt PS2-em, hogy Crash Nitro kártot vagy bármilyen PS2-es játékot tudjak játszani, de utána arra is sor tudtam keríteni. De az biztos, hogy többet játszottam a Crash Team Racing-el, mint a Nitro kárta. Védőpajzs, átugrásit, ez már az enyém, ez egy biztos győzelem. A zöld engine-nel, amit Patricknak köszönhetek, és egyébként nagyon sok jót írt, még írt a januárra és februárra is. Neki nagy hatalmas taps, hogy milyen jó kombókat összeállít. Nem semmi. Én szívesen csinálok ebből sorozatot, hogy kombók jönnek egymás után, hogyha ti szeretnétek valamit mutatni mindenkinek a csatornán, hozzászólásba leírjátok. Ha azt szeretnétek, hogy én rakjak össze valamelyik karakterrel egyet, akkor meg csak a karakter skin nevét, és akkor jön a videó. Találkozunk legközelebb.